Bartók Béla halálának 60. évfordulóján több mint 10 évvel ezelőtt szervezte meg először az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola a kistérségi Bartók Béla zongora versenyt. Az intézmény fontosnak tartja a tehetséggondozást, ezt a versenyt az úgynevezett átagozatos növendékek számára hirdették meg. Ez az átagozat azt jelenti, hogy ezek a gyerekek nem mennek zenei pályára, nem készülnek, talán országos versenyig sem jutnak el, de nagyon fontos számukra, hogy ezen a versenyen megmutatkozhassanak. A produkciókat Eckhardt Gábor zongoraművész értékelte, aki úgy fogalmazott, a legfontosabb a gyerekek hozzáállása. Ugye itt olyan muzsikusok vesznek részt rajta, akik nem életcélul választják a zenélést, hanem örömből. Most ebből fakad, hogy nem az a legfontosabb kérdés, hogy ki szakmailag mennyire tökéletes, hanem a hozzáállás az egészhez, hogy hajlandó-e közölni valamit a zenével, mennyire élvezi, mennyire szereti azt, amit csinál. Hozzátette, 20 éve még azt mondta volna, egy ilyen verseny stresszes a gyermek számára. 10 évvel ezelőtt szükséges rossznak tartotta. Most viszont úgy véli, ma már a gyermekek egész élete a versenyzésről szól. Meglepő, mennyire tudnak ehhez igazodni, alig lát izguló gyermeket, tette hozzá a zongoraművész pedagógus. A kistérségi Bartók Béla zongoraversenyre idén több mint 40 diák jelentkezett.